Tudtuk, hogy ilyen talajon döntőek lesznek majd a pontrugások, a rögzített szituációk. Végülis két ilyen döntött a mai találkozón. Lengyel Roland, hogy láttad ezt a mai meccset? Igen, hát igazából először is sajnálom, hogy nem tudtuk megnyerni ezt a mérkőzést, vagy egy jobb eredményt elérni. A játékképe alapján talán az első fél időben jobban játszott a Győr. Az ő térfelükön talán jobban lehetett egy kicsit építeni a játékot arra, mi pedig arra azon gondolkoztunk, hogy lehet, hogy a támadó harmadban viszont jobban meg tudnánk tartani a labdákat, föl tudjuk építeni a játékot, de ez nem sikerült, hosszú labdákkal próbálkoztunk, ezek a Győr ezt nagyon könnyedén megakadályozta, és hátulról jól tudtak építkezni, tehát az első fél időben akadtak nehézségeink, de az 0-0 volt, és akkor második fél időben elkezdtünk jól játszani, vagy jobban játszani. Mi tudtunk építkezni, a támadó harmadban egész ügyes dolgokat csináltunk, meg voltak a helyzeteink, lehetőségeink a kapu előtt. Volt ott a Gresónak egy óriási helyzete, mellé rúgtuk, és utána kaptunk egy pontrugásból egy gólt, majd a másodikat. Ez egy picit megfogott minket, de 11-eshez jutottunk, és hát azt is kihagytuk. Gól nélkül nehéz egyébként jó eredményt elérni. Én sajnálom a csapatot, mert azt gondolom, hogy amit megbeszéltünk, azt betartották, mindenki tette a dolgát a pályán, talán egy kiszerencsével jobb eredményt tudtunk volna elérni. Hát ez így alakult, sajnáljuk.